Ez a Magyar Röplabda Szövetség legragosabb versenysorozata, az a Magyar Bajnokság. Itt kiváló feltételek állnak rendelkezésre, 5 kiváló minőségű pálya, ebből 4-et használ a verseny, és egy pályán tudnak melegíteni a játékosok. Gyakorlatilag egy Berger táblát, egy úgynevezett kétvereséges kieséses rendszert játszanak, ami a strandöplabdában gyakorlatilag az ilyen szintű versenyeken már egy kötelező lebonyolítási forma, tehát ez kötött, hogy hogyan néznek ki a versenyek. 2000-es évek elején újítottuk meg itt a Kispesti úszodában a strandlöptabda pályákat, és azóta a Kispestese rengeteg népszerű és színvonalas versenyt rendezett így a nyáron, akár középiskolásoknak, gyerekeknek, akár felnőtteknek. Most a felnőtt országos bajnokság egyik fordulója zajlott itt. Én nagyon örülök annak, hogy a Kispesti strandlöptabda az országos vérkeringésbe is most már évek óta bekerül és egyre népszerűbb, hiszen most is több mint 30 csapat vett részt ezen az országos bajnokság ezen a fordulóján, úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy Kispesten itt az úszoda kertjében is ilyen színvonalas rendezvényeket tudunk megtartani. Egy gyönyörű sport. Nagyon szeretem a röplabdát. A strandröplabdában eddig országos fordulógyőztes voltam, magyar bajnok még nem. És most idén ugye ez lenne a cél, hogy testvéremmel magyar bajnok legyek. A röplabdát igazából kiskorom óta elkezdtem, úgyhogy ezt azóta szeretem, azóta üzem, azóta csinálom. A strandröplabda úgymond egy hobbi dolog nálunk ilyenkor. Így aktív sportoló vagyok a hétköznapi életben, teremröplabdában, nem strandröplabdázom, de nyáron nagyon szeretem a strandröplabdát, egy nagyon jó kikapcsolódás, nagyon jó élmény. Szívesen csinálnám biztos hivatásszerűen, ha lenne itthon nagyobb múltja ennek a dolognak, vagy lenne talán strandröplabda klub, ahol lehetne edzeni, ahol tudnánk edzeni. Kispest azért híres arról, hogy az infrastruktúrájában nagyon-nagyon erős. Ez mindenképpen egy remek helyszín, ezért is tértünk vissza az idei évben is erre a helyszínre. Itt a helyiektől mindenféle segítséget megkapunk, és a pályák minősége pedig országosan kiváló. Férfiaknál, mivel 22 páros nevezett, így a 16-os táblára selejteznünk kellett, így már pénteki napon elkezdődtek a férfiak mezőnyében a mérkőzések. Nagyon szoros mérkőzések voltak, azt kell mondjam, hogy a főtáblára is nagyon nehéz volt felkerülni, és aki felkerült a főtáblára, borzasztóan meg kellett küzdeni azért, hogy a 4 közé kerülhessen és döntőt játszhasson. Ez az idei bajnokságunknak a második fordulója, azt kell tudni az idei évről, hogy 4 plusz 1 fordulós döntő az idei magyar bajnokság.